A megyei értékek felfedezése és megóvása rendkívül fontos feladat az értéktár számára. A frissen bekerült értékek lustromozása hosszú munka folyamat eredménye. Egy kicsit lendületet adjunk az értékgyűjtő munkának, egy kicsit megbiztassuk azokat az embereket, akik akár településeken, akár közösségekben, akár mondjuk itt a megyébe fontosnak tartják azt, hogy egy-egy érték az valóban a helyén legyen kezelve. Aki büszke az identitására, települési vagy megyei, vagy akár országos identitására, hogy valóban elinduljunk ebbe is. Nyit a gazdaság, nyit a turizmus, és nyisson valóban a kulturális élet is, és nyisson az az értékgyűjtő munka, az értékgyűjtő küldetés, amelynek mi az zászlaját tűztük ki magunk elé. És 139-re bővült ezekkel az értékekkel a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei érték, tehát nagyon örülünk ennek a nagy számnak, de ez soha nem lesz véges, tehát itt mindig több és több érték lesz, hiszen akár a múltban teremtődő értékek között van még, ami nem került be, és a jelenben is folyamatosan vannak olyan értékek, amelyeknek helye lesz majd a megyei értéktárban. Román István kiemelte, bár a kormányhivatal elsődleges feladata a hatósági munka ellátása, fontosnak tekintik a szimbolikus munkában történő szerepvállalást is. Ezért kezdeményeztük azt, hogy a megyei értéktárba kerüljön be a szabolcsi-szatmári-beregi almatermesztésnek az agrokultúrája, mert azt gondoljuk, hogy ezzel elismerjük több nemzedéken keresztül a munkáját az alma nemesítőknek, az alma termelőknek, a gazdálkodóknak, mindenkinek, akinek köze volt ahhoz, hogy ilyen népszerű legyen az alma szerte a Kárpát-medencében. Egy település értékeinek megóvása és az identitás stabilizálása is feladata a lustromozásnak. Az én választókerületem, ami a legkeletibb részén van a megyének, az nem csak az almával, hanem a szilvával is kapcsolatban van. Van, aki választ csak szilvát, csak almát. Most az almáról beszélünk, és tényleg a térségre jellemző, a Szatmárra, a Beregre és a Felső-Szabolcsra is, hogy nagyon komoly almatermelés volt, és Tuzsér talán a bölcsője. Tehát például a tuzsériak tanították meg a beregieket, hogy hogy kell almát termeszteni, vagy érdekesség, és erről éppen beszéltem is a sajtótájékoztatón, hogy 1935-ben a Ambrózi György, aki nagyon komoly alma ültetvénye volt Tuzsér településen és a Rétközben, az ő barátaival dolgozták ki a motoros permetezést, és csodájára jártak annak idején, hogy hogyan lehet a gyümölcsfákat motoros permetezővel permetezni, és hát nagyon finom. Ahhoz, hogy a megyei értéktárba bekerüljön valami, először a települési értéktárba kell szerepelnie. Baracsi Endre azt tanácsolja, hogy aki megyei értéket szeretne ajánlani, először keresse meg a település értéktárát. A javaslattétel nem bonyolult, a Hungarikum törvény mellékletét kell kitölteni hozzá, amely a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktár honlapján is megtalálható.